Ezek a karók jelzik a Kölesdet kistormással összekötő kerékpár útnyomvonalát. A beruházás 100%-os uniós támogatással épül 203 millió forintos költségvetésből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a munkaterület átadása alkalmával azt emelte ki, az ilyen jellegű beruházások a helyben élők komfortérzetét növelik, és teszik biztonságosabbá az iskolába és munkába járást, miközben bekapcsolják a régiót a turizmus körforgásába. Abban bízunk, hogy a későbbi bicikli hálózatnak, akár a megyeinek és az országosnak is ez egy része lesz, hiszen már Paks környékén nagyon sok ilyenről van, vagy lehet beszélni, egyre inkább azt majd össze tudjuk kötni Szekszárddal is, illetve ezt a térséget Paks és Tamási között próbáljuk ebbe a hálózatba majd betenni. A későbbiekben meg ez a kerékpárút része lehet annak a kerékpárútnak, ami innen a Balaton felé, a Balaton irányába fog menni. A Tolnamegyei Önkormányzat által preferált Sió projekt turisztikai beruházás részévé válik majd a most megvalósuló út is, mondta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. Az a cél, tette hozzá, hogy a kis településen élők is érezzék, nem maradnak ki a megyei fejlesztési elképzelésekből. A Sió projekt kapcsán lesz turisztikai állomása a projektnek itt Kölesden, úgyhogy ez is egy újabb fejlesztést fog jelenteni, és az életminőségnek a javítását. A Kölest-Kistormás közötti kerékpárút a tervek szerint még ebben az évben véglegesen elkészül.